Szervusztok, gyermekeim! Szervusz, kedves Mikulás bácsi! Sziasztok! Foglalj helyet! Csókolom az a vonulőinket! Jaj! Hogy ti mekkorát nőttetek? Húha! Tavaly még nem voltatok ilyen nagyok, de örömmel látom, hogy szépen fejjét, szépen gyarapodtok. Jaj! Jaj! De... Mikulás, hogy van te? Hogy vagy te? Hogy vagy én? Jaj! Igen, hát szoktam én is ilyen politiszeket készíteni magamnak, aztán ilyettől mindig elküldöm az óvónéniknek, hogy tegyék ide ki falra, és hogy akkor ezzel várjatok majd el. Úgyhogy nagyon elfáradtam, meg kell mondjam nektek. Máté, arra kíváncsi, bocsi, hogy vagy? Én nagyon fáradt vagyok, Máté. Olyan hosszú utam volt, Máté, hogy azt el sem tudom képzelni. Nagyon messziről jöttem, olyan messziről, hogy hú, de nagyon-nagyon messziről érkeztem. Sok országot bejártam már eddig, úgyhogy el is fáradtam, derekom is fáj már egy kicsit, meg hát már én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon öreg vagyok, ugye a szakállam is nagyon fehér lett már így az évek során, úgyhogy egy kicsit most leültem, hogy megpihenjek, de nem hagytalak ki benneteket, mert ezt a csoportot se hagyom ki, meg ezt az egész óvodát nem szoktam ki. Köszönjük szépen, hogy ellátogattál, és gondolom hoztál is valamit a utonyodba. Bizony, bizony, hoztam. Mi is készültünk neked egy versikével, egy dalocskával, ha jó, szívesen fogom. Nagyon szívesen meghallgatom. Na, fogjuk meg a kis csengőnket, és aztán énekeljük. Csengő, csengő, csinglingling, csizma poppan, oda kín, kopó. Még a versünket is mondjuk el, jó? Mikulás a hóha, a világot járja, sötétben lépeget, nincsen lámpás nála. Oly sötét az utca, oly sötét az árok, ezüstös csillagok, gyújtsatok világot, gyújtsd meg a világot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép dallal és ezzel a szép verssel vártatok engem ezen a szép napon. Nagyon szívesen. Hó, de látom én már, hogy a óvónéni nekem van egy nagyon nagy tárcsövem, amit mondtam még tavaly, nekem még mindig megvan egy jó nagyon nagy tárcső. Azon szoktam nézni a gyerekeket, hogy ki hogyan viselkedik az éven. De hát én azt láttam óvónénit, hogy ebben a csoportban minden gyerek nagyon jól viselkedett. Voltak azért kisebb, nagyobb rosszaságok, csintevések, de attól függetlenül mindenkit megdicsérek ebben a csoportban. Mindenki nagyon jó volt, és hát ugye nem is érkeztem üres kézzel, jó meg volt pakolva a szánom ajándékokkal, úgyhogy ezeket az ajándékokat most oda is adnám nektek, gyerekek. Örülünk, Kéta. No. Sárika. Jó. Gyere. Mindenki. Gyere,
No. Drága gyermekem, nagyon szívesen, drága bogara. Van egy kicsit Sárikám, hogy csináljam a Mikulás. Én képet a Mikulás bácsival. Jó. Ide le is ülhetsz mellé. Jaj. Gyere, vagy drága gyere. Köszönöm szépen, Sárika. Gyere, Sárika. Gyere, mekkora csomag. Neked is hoztam egy ilyen csomagot, drága gyermek. A Vó nénivel. Gyere, csináljunk egy közös fényképet. Ide, úr, csücsni, ide a térdemre. Jaj! Szép akarsz így? Így, né. Oda nézd, virág, virág, ide. Jó. Mert jó. Köszönöm jó, szépen. Köszönöm. Köszönöm. Ez meg a Csillik Máté. A Csillik Máté. Azt láttam, hogy viszont te szoktál huncutkodni. Igaz a Bornéni, az egyik huncut gyerekek között. De akkor is megdicsérem, mert mindig ügyes. Te is kapsz egy csomagot, drága Máté gyermeke. Gyere. Ülj ide mellém! Jó üreg Mikulás bácsi! Mosolyogjál, Máté, hát most gondolom örülsz. Ugye, 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 köszönöm szépen. Nem kell megszeppenni tőlem, nem vártok én. Minden gyermeket ugyanúgy szeretek. Oh, egy fényképet csináljon a jó üre Mikulás bácsival. Na, gyere ide az ölembe, ülj be. Csücs még. Aj. Úgy bizony. Nézd ide, Tomika. Jó. Úgy né. Gyere. Bizony, megfogod a kezed, megfoghatod a kezecskémet és a szakállamot is megsimogathatod. És csak egy fogcsinál róla tanítani, és csak ugyanaz. Jó. Mondjad, köszönöm szépen. No, így, de feleket le lesz a zsák. Kereskedjen kell benne. Parancsolj, drága gyermekem, van tőlem sok szeretettel ezt a csomagot. Gyere, csücs ide le mellém, Anika néni csináljon egy fényképet rólunk. Jó, mit drága gyermekem. Gyere, Zsófika, gyere ide a székre. Hihaj! Gyermekem! Hát bizony! Háj, a kis huncutka vagy! Úgy, mint Máté, együtt szoktatok grimbuszkodni, ugye? Együtt csináljátok a huncutságot. Látom én már ezt a távcsövemet, de megérdemled az ajándékot, mert egy jó gyerek vagy te is. Jaj, várjál gyermekem, mert be akart itt a... Na, valamibe ez a... Jaj, jaj! Na. Óvó néni, segítesz nekem, mert egyedül nem tudom kibogozni ezt a szalagot. Jaj, köszönöm szépen. Fényképet csináljon, Anita néni. Róljunk. Gyere, Ricsikért, gyere! Gyere, Nikolás! Jaj, Nikolás! Na, drága gyermekem, te is kapsz egy csomagot. De látom már a szemem se áll jól ennek a gyermeknek. Tartom függetlenül egy jó gyerek. Köszönöm. Gyere, Nikolás. És kapsz egy csomagot, drága fiam, fogadd a jó öreg Mikulástól sok szeretettel. Nézd ide, Rikádó. Ügyes. Gyere, drága lányom, te is fogad szeretettel ezt a csomagot a Mikulás bácsitól. Nagyon szívesen, drága gyermekem. Jó. No. Drága lányom, te is kapsz egy csomagot. Nagyon szívesen. Ülj le ide a jó öreg Mikulás mellé, Anita néni csináljon egy fényképet róla. Ügyes.
Vág a gyermekemet és kapsz egy csomagot. Fogad tőlem. Köszönöm szépen. Gyüccsenj le ide mellé. Ó, drága gyermekem, nem kell itt annyira szégyenlősnek lenni, nem bántok én senki. Ügyes vagy, drága jányom. Ó, szép gyermek, csücs le ide. Nem szabad gyerek. Jó, Tamás, mondja, köszönöm szépen. Na, hajj! Te is huncut vagy ám. Bizony, bizony. De a csomagot te is megkapod fogam tőlem. Sok szeretettel. Figyeljetek egy kicsit. Mondja, köszönöm szépen. Mondd a hovó néni, csak egy kicsit hallhat. Jaj, bátortalan. Nézd, hogy a kicsit. Ügyes vagy, drága fiam! Nagyon jó kis fiú! Bizony látom én azt a Bó néni, hogy ő mindig szófogadó, oda figyel rátok, csinálja a feladatokat is rendesen. Na? Ój, a kis elevenség! Bizony, bizony, de te is megérdemled a csomagot. No? Tamáska, itt vagyok, jó? Oké. Hát ő a papácsinak a kis kár. Várjál, gyermekem, oda! Köszönjük, külön tenni. Nem kell sírni, látod, nem bántalak én kincsét. Megfoghatod a kezemet is, ha gondolod. Szakállamat megsimogathatod. Nézd, még a szakállat. Na, köszönjük meg még egyszer. Nagyon szépen köszönjük a Mikulás csomagot, igaz? Köszönjétek meg! Megkaptad mindenki az ajándékait, Obó néni? Kettő gyertőt hiányzik. Ó, eljutatom én azt hozzájuk. Nagyon szépen megköszönjük. Viszont nekem sajnos mennem kell tovább. Figyeljetek! Éppen én, mert nagyon hosszú út van még előttem. Nagyon sok gyerekhez kell még mennem. Sajnos elkor köszönjetek tőletek, de mindenkinek áldott karácsony kívánok, és jövőre eljövök hozzátok megint, akkor már még nagyobbak lesznek, még ügyesebbek lennének. Köszönjük szépen, viszont kívánunk mi is boldog karácsony. Szervusz Mikulás bácsi! Szervusz! Szervusztok, gyerekek! Téli este, forras este, hulla hó! Téli este, forras este! Szervusztok, gyerekek! Sziasztok! Ho-ho-ho!